Egy fiatal, tehetséges képzőművész anyukánál jártunk most az ünnepek előtt, aki nem csak Párizsban is megforduló festményeiről, hanem különleges kézzel festett tárgyairól és fotókollázsairól is híres. Képzőművész, nagyon szeretek festeni, alkotni, fotózni, különböző anyagokat felhasználni, akár fotóba, akár festészetben. Nagyon szeretek kisebb tárgyakat festeni, dekorálni, mert ezeket a tárgyakat az emberekhez juthatom könnyebben. Nagyon szeretek festeni, a festészet különben az én életem, a legfontosabb része az életemnek. Folyamatosan festek, minden nap, minden héten, kisebb tárgyaktól nagyobb festményekig. Sokszor gondolkoztam azon, hogy mi a művésznek a lényege a Földön, és kitaláltam magamnak, hogy ez a festés és az a módszer, ahogy én festek, és tehát a festészet az életemben, a pszichoterápia is, és az, tehát örömöt hoz nekem, hogy másoknak is hozhatok örömöt. Thank you.
kielégíti teljesen az életemet. A legnagyobb örömöm a festés, és az a pillanat, amikor neki fogok alkotni. Ezért minél többször fordulok a festészet felé, majdnem minden nap festek, akár röviden, akár hosszan, akár mikor a gyerekek is mellettem vannak, vagy nem. Nagyon ajánlom minél több személynek, hogy festés felé forduljanak, még hogyha nem profi festők sem, mert a festés magában egy nagyon jó pszichoterápia, és a lelkünket táplálja. Sokat járunk kiállításokra, én is, meg a párom is, az országban is, külföldön is. Nemrég, most szeptemberben voltunk egy közös nemzetközi művészeti táborban, alkotótáborban, ahol nagyon sok festőművész, szobrászművész vesz részt. Ezek a művészeti találkozók nagyon sokat segítenek bennünket, mint művészek, hogy fejlődjünk, új inspirációt keressünk, új energiákkal jövünk vissza. Legutóbb, amikor nálam járt el a műhelybe 2011-ben, egy párizsi kiállításra készülöttem, egy olyan kiállítás volt, ahol nő művésznők önarcképet készítettek. Azt akarom mondani neked, hogy az a munkám még mindig Párizsban van, és több helyen volt kiállítva azóta. Az ausztriai kiállításon, most, ahol a párommal együtt voltunk, nagyon nagy öröm volt és élmény ezeket az új, fantasztikus, tehetséges művészeket megismerni. Én amúgy nagyon szeretek művészek közt dolgozni. Vannak olyan művészek, akiknek nehezebbre esik, hogy együtt más művészekkel alkossanak. Nekem ez nagyon bejön, ez nekem nagyon talál, passzol a temperamentumomhoz és a személyemhez. Közösen a párommal dolgozom. Mi szoktuk mindig kitalálni, hogy hogy rendezzük be a stúdiót, hogy abszolút minden személynek, aki hozzánk jön, és aki velünk akar dolgozni, elő szoktunk készíteni különböző fotóháttereket, akár megfestve, akár nem. Mindig kigondoljuk, hogy milyen új tárgyakat hozunk be a stúdióba. Karácsonyi fotók, amiket együtt készítünk a stúdióban, nagyon különböznek azokhoz a fotókhoz, amiket saját telefonunkkal például minden nap készítünk. Abszolút mindenki, abszolút minden vendég, minden gyermek, aki hozzánk jön, teljesen különböző. Mindenkihez másképp kell viszonyulni. Mindegyik családnak például más berendezést kell kitalálni. Ez is egy alkotás magában.
mert mindenki más energiával jön, más impulzussal, másféleképpen reagál irántunk, és mi másképp reagálunk, mikor velük dolgozunk. A fotomunkát, amit együtt végzünk, egy jó és fontos része a művészetünknek és a művészetemnek, ami bennem van, ami belőlem sugárzik ki a világban. Thank you.